Io ora perché vado che invece da urnachi, per anche perché ho dato farming sim, osta becchia, ruriste, farming sim, una tortita che arrivo, e come io voglio fare con l'otto? Hollowed, ost arruhattile, begyere, che mi ha dato voglio arruh, figlia, it che fai venni, a me che rus, no gliere che, menjünk a Hardival, Hardy. 52-es van, hát allora ez ki sem merem nyitni ezt a időt, csápokat. Jaj, a kriptorit tábla. Ki sem merem nyitni a csápokat. Hát neki megyünk valaminek. Azt a gyerekek. Ez nem a kis pálya. Hallod? Itt most érzem azt, hogy jelen, elhagytuk a kis pályát. Ez, gyerekek, hallod a vízbe? Ez idejek lenne jó. Ez SnowRunnerbe kellene. A Rubicon 9000. Rubicon van egy olyan ize is. Chip márka. Figyeljetek, okosba kellene mennünk. Hát ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ugye permetezni, meg műtrágyázni kéne. Kipróbáljuk akkor, hogy tényleg working-e az, hogy ha folyékony műtrágyát használok, vetés után, ahol szilárd műtrágyát használta vető, akkor tényleg tudok-e egyből? Az nem lenne rossz azért, nem gyerekek? Hallod, ez ilyen izére, ilyen mocsárjárónak ide elmenne, nem? Hallod, oda nézzé testvérem az úrba, hát mi van ebbe? Ez tényleg olyan, hallod, ez az izébe volt ilyen. Marsmentő expedícióban ilyen verdák, te Isten, hol van a plutónium tartályunk? Megőrülök, mi van itt gyerekek? Mi van itt? Van 700 ezer pénzünk még, ami nagyon kevés, mert ugye az nagyon-nagyon kevés lesz. Körülbelül kéne egy olyan legalább 1,2 millió. Hát az csodálatos, hogy nincs. Gyerekek, most így eszembe jutott, hallod, hogy hol kezdtük? És ez mindig ilyen eszembe jut, főleg egy ilyen, akkor meglátok egy ilyen gépet, és 1,5 millió euróért veszünk egy ilyen gépet. És akkor belegondolom, hogy gyerekek, izébe kezdtünk, most komolyan mi... mi a francba? Vödörrel szedtük a krumplit? Te itt átférek egyáltalán? Azt a rohadt életbe, gyerekek. Hát ez egy őrület. Vödörre szedtük a krumplit, az vágjátok, most meg van egy ilyen ide, egy ilyen plutónium hajtású valami csoda, ilyen Jézus Isten, hogy egy ilyet, és ilyet csinálnak gyerek, ilyet kitalálnak, és ez egy valódi jármű, édes Isten, hogy nem erős ez egy kicsit nekem? Amit így maga tudod, hogy ilyenek vannak, én nem is gondoltam volna. Láttam én ilyen permetezőt, ne értsetek félre, de nem ekkora. Ez nagyon durva. Kicsi. Az nagyon durva, gyerekek. Nagyon durva. Na, hát akkor mi a szitu? Mit kellene csinálni? Meg kellene próbálni mindenképp ezt a műveletet. Le kellene raknom a telepre egy folyékony műtrágya tartályt. Ugye azt kellene akkor először kipróbálni. És akkor arra gondoltam, hogy ebből egy kettő darab majd lesz itt a környéken, és akkor ezzel tudunk egyszerre. De egyik az dedikáltan műtrágya lesz, a másik az dedikáltan... minek neveded? Tudod, hogy minek neveded a Keeper? A másik az meg permetszer. Na, figyeljetek, kellene venni valamit, nem? Én úgy gondolom, figyeljetek, mentek egyet, mert én annyira félek, hogy kifagyunk. Az Istennek nem fogunk tudni visszacsinálni úgy, ahogy kellene. Elhelyezhető tárgyak, nem dekoráció, egyéb, és akkor egy izé kellene nekem. Ez ugye? Ez. Egy ilyen kellene nekem, és nem ide, hanem ide-e. Úgy. Gyerekek, már úgy szórom le a cuccokat, az őrület. Na, és ezt hogy töltöm meg? Ez... folyékony műtrágya, hát ebbe belefér egy 10.000 liter minimum, én úgy érzem. Ugye meg tudom mondani pontosan is. Hát inkább egy 9500 körül, nem? Legalábbis ahogy néztem a számlát, de ugye vagy? Nem ennyi még? Baszok, annyira bennem van, hogy ilyen gyorsan már régen megtöltöd. Hogy... Na mi van, most meg nem akarod tölteni? Nem 9500. Gyerekek, ez kinyit... Ha be kéne menni tyúkolba, az kinyitni ezt. Na ott izére crashelne a játék. Aha,
ezeket nézem egyébként közben, a többi gépet. Az a baj, hogy az ideálban megint 100%-on van mindjárt. Ezt meg, hát el kellene raknom valahol legtávolabbi helyre. Figyeljetek, bemegyek, aztán megnézzük, hogy ez mégis mekkora. Mekkora arra nyit ki, mert az nagyon érdekel. Na, nyissuk. Jújjúj. Jújjúj. Csak az a baj, nincs levetve teljes. Azt a rohadt élet, oda rézi testvérem az úrba. Jézus Úr Isten! Hát ilyen kell a másik földre is, gyerekek, az biztos. Jézus Úr Isten! Jézus Úr Isten! Itt nincsen ideje, nincsen levedve teljesen az a baj, úgyhogy ide el kell hoznom mindenképp majd a vetőt. Szóval itt a vetés azért eléggé bonyolult, ide mindenképpen legalább kettő vető kell. Ez nem egyszerű így. Na nézzük, úristen meg az, hogy itt... Na mi történik itt, gyerekek? Ez meg milyen szépen így megcsinálgatja, nem? Földszéleket le kell húznom majd, úgyhogy végig kell nekem is futnom vele. De halljátok, mikor töltöttem meg, és még mindig ide van. Még mindig van bőven benne hely. Ez meg, gyerekek, ez meg már arra töcsém. 20 éve. És még mindig annyi van neki, mint az Isten gyila. Ez nem fog beleférni még egy ilyenbe, úgyhogy el kell vinnem mindenképpen, gyerekek. De ma sorskártyanamban nem akarom elengedni sorskártyát. Sajnos nagyon zavaró egyébként, hogy ugye nem csinálják meg. Mindenképpen bele kell raknom, van egy ilyen, valamilyen AI, vagyis ilyen mesterséges intelligencia, kiterjesztett mesterséges intelligencia modifikáció, amit a Keeper be fog rakni, és az elvileg lehet körbe arattatni, és lehet, hogy akkor jobban működik. Mert ez meg az a baj, hogy egy ilyen hatalmas földnél, ugye, hogy ez végigjáró, az baromira sok idő. Hogy az összes ilyen elcseszett részt, azt így megcsináltatom vele érni. Na jó, akkor menjünk a francba, pont itt az út. Ezt elviszem. Bele se fog férni, úristen. Ah! Hallod? Őrület egyébként, ami itt folyik már komolyan. Ez meg itt jó, ezt meg itt figyeld. Ezt itt, szerintem azt csinálom, hogy... Ez itt engedjük el is el. És a Keeper megindítja fölfele itt full szélességbe. Aztán valami talán el fog találni. A végén meg majd én leúszkodok, körbejárok. Jó, és lehúzom az egészet. Na, itt valahogy okosban kellene full szélességbe leküldeni. Hát... De majd így nem valószínű, hogy el fog férni. Úgyhogy egy kicsit ezzel tolassá, hallod? Komolyan mondom. Hát ki vagyok én? Egy repülőgép pilóta, vagy mi a szar, hogy ezzel én fogok közlekedni normálisan. Egy kicsit meghúzi a Keeper. Úgy, egész jó sikerült. Egész jó, és akkor behetsz testvérem az úrba, jó? Csak a Combine ne érd utol. Csak az a gond, hogy nem lesz jó, mert ugye egy csomó helyen ki kéne javítanom a helyet. Gyerekek, nagyon durván, szépen meg vagyunk szivadva. Ezt el kell vinnem, Combine nem tud üríteni, bazze. Jó, ezt el kell vinnem mindenképp, első körbe. Sorskártyanamban le kell lőnöm mindjárt az izét. Itt ez... Ez úgy kilökött minket, mint a szart. Sőt, meg kell állítanom, ez most rettenetesen idegesít, hogy itt ez... Jó, álljál meg, barátom, mert tök fölösleges húznia, ha egyszer nem, nincs leoradva még mindenhol. Meg itt is, hogy gyerekek, mi van itt? Mi van itt, hallod? Itt mi van? Jó, egyébként, hogyha minden helyre rázódik, ugye, hogyha több... eszközzel. Egyébként tudjátok, mint rájöttem, hogy mit kell csinálnom. Hogy legyen nekem egy darab vetőm, amikor vetés van. És azzal más nem csinál, mint lejavítom a földek szélét. Legyen nekem egy darab kombájnom, ami dedikálva az én kombájnom. És akkor azzal lejavítom a aratást.
És akkor arra rá koncentrálsz, figyeljetek, itt megyünk, úristen, figyelj, ott megyünk ez a kombány. És van megint 60%-on van az ideál. Hát megőrülök! Igen, kell mindenképp nekem egy gép. Valami olyan kellene, hogy egy kisebb vető és gyors gép. A kombány az lehet a legnagyobb, de kellene nekem mondjuk a nagy izé, GCB, meg esetleg a Condor vető, hát most adtuk el őket ugye az előző részben. Egy Condor vető van GCB-vel, és akkor ugye azzal gyorsan ezt meg tudnám csinálni azokat, amiket elhagy. Azt szerintem az lenne a jó. Meg kellene egy kombájn is, amivel ugye megcsinálom, amiket elhagy a kombájnok. A kombájnok, a gépi kombájnok. Az nem lenne egy rossz dolog. Nem bízok ebbe a mesterséges intelligencia, kiterjesztett mesterséges intelligencia módba. Mindig szívni kell egyébként ezek a módokkal. Csomó, minden móddal majd szívsz valamilyen szinten. Gyerekek, 80-nallal? Viszont a kanyart nem merem menni 80-nal, mert úgy belök minket az árakba. Jaj, a kriptonit táblák! Be fogom rakni, most mindjárt sorskártya húzás is lesz. Be fogom rakni gyerekek a izét. A kriptonit tábla eltüntető sorskártyát, tudjátok, a tesók jönnek. Sorskártyát. Hát ugye a tojásokban most egyelőre nincs pénz, de viszont a búza az meg termelődik, meg ugye vetjük a repcét, szóval nem olyan nagy gondám ez. Viszont meg kell nézni, mennyi van ebben, mert megőrülök. Ja, 200 ezeres sillót vettünk. Na jó van, oké, akkor abba fér. Meg majd dobunk bővítést, ahogy van. Jó, annyi, hogy ki kell majd hordanom, ugye? Krazzal, a billencsel. Nyére kell raknom mindent, tehát bőven meg fogjuk tudni azt csinálni. És ez az aratásra végezzek egyébként, az lenne jó, 6% marad benne árpa. De az aratásra végeznék testvére az orrban. Nem sikerül. Aratásra végeznék az nagyon jó lenne, és akkor utána tudnék mást is csinálni. Vetés meg lenne. Úristen gyerekek, ezt az összes földet, hallod, elvetem a repcével, és ezt learatom. Tudjátok, mit fogunk mi használni? Ezt ilyen esküszöm nem tudjátok elképzelni. Hallod, az összes föld, ami ott van, ugye három darab föld van, darabja is iszonyat nagy, de hármat összeszántottam. Egész map hosszúságú föld. Lett belőle. Azt a betyár, gyerekek. Ez egy kicsit veszélyes volt, megint drifteltünk, kirincs előre közlekedünk a izé nyergessel. Na, ez visszaérünk, azt nyomunk egy izé gyerekek, jó? Nyomunk egy sorskártyát, mert azért legyen. Már a képer bírja azt, ha a sorskártya kiakaszt. A képer bírja azt, ha a sorskártya kiakaszt. Ezt a földet is meg fogjuk venni természetesen, amit mellette van, meg itt mindent. Itt ezek a nagy földeket, mindent megvesszük. És akkor úgy csináljuk a vetésporgókat, csomó kombány, mindent itt aratunk, mindent hordunk, mindent csinálunk, gyerekek. No problémo. Jó, ez meg már csak belefér, úristen, hallod? Ez egyébként, ez akkorák ezek a földek, ezeket nem is tudom elképzelni, bár így azt hiszi az ember, hogy ezek nem nagyok, de ezek borzalmasan nagyok. Egy első látásra tök kicsinek tűnik, de hát ezek extrém nagyok. Na, nyomjad neki testvére az orba. Ha, jön belőle? Jön belőle, jó van. Jön belőle! Jó, oké. Okay. Hát igen, itt végeznie kellene. Nem tudom, most azon gondolkozom, mit kellene csinálnom, mert elég el vagyunk veszve. Sajnos pénzünk az nem nagyon van. És addig nem is lesz, amíg ugye nem aratok nem be. Ugye akkor, amíg nem pörgetek időt, addig nem lesz pénzem. Viszont ugye nem akarok időt pörgetni addig, amíg nem vetünk el mindent. Az biztos, hogy a kicsi földet, ami van a tyúkoknál, azt nem fogom nem fogom tudni megcsinálni, nem fogom tudni... nem is akarom elvetni, jó? Inkább maradjunk annyiban, nem is akarom elvetni, mert nem akarom oda elvinni a gépeket. Meg igazából nincs is rá szükség, mert annyi ízeim van, mint az sár, gyerekek. Annyi,
annyi dolgunk van. Viszont akkor ma van egy kis mellékes időnk. Hordjuk tele az összes tyúkólat, jó? Hordjuk tele az összes tyúkólat, van minden egyiben egyébként négy raklap. Úgyhogy lesz bőven pénz. Pörgetünk az időben, horribilis mennyiségű pénzt fogunk keresni, az biztos. Az azt jelenti, hogy szerintem egy ilyen jó 3 millió biztos beugrik. Az eladott szójából, nem szójából, hanem a repcéből, abból meg így el sem tudom képzelni, hogy mennyi. Mi ezeket meg egyébként el kellene nevezgetnem, mert már ugye az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy itt vannak melyik melyik. Ebbe mennyi fér? Minden egyikbe az a lényeg, megindulunk itt föl, és akkor jegyezzük, hogy mennyi, jó? Mindegy itt telerakjuk. Egyébként szerintem nem is kellene rátolatnom, hanem így elég lenne irára, ugye? Nem, nem elég. Nem elég sajnos. Már kell valamennyire. Úgy. És akkor így sorba végig megyünk másik oldalt vissza, és így tele töltsük az összeset tele. Nem is tudom, 20-valahány ezer liter belefér darabjába, hát akkor lehet számolni, hogy ez mennyi lesz gyerekek. Hát ez be is nyerte mind a szart, úgyhogy a másodikban már hozhatom is. Lesz elég, én úgy gondolom, hogy az összesbe, mármint hogy az összes tele lesz, azért jaj, miért ide járok el? Hú, sorskártya gyerekek, és nem, az a baj, hogy a sorskártyát nem is értem. Megint nem nyitottam meg, a keeper megint ideje volt. Megint treány voltam, viszont be fogom rakni, nem. Akarok beadolni, nem is tudom hányos számú. Mondjuk, tök mindegy, hogy hányos számú, de beadok egy sorskártyát, mondjuk az XX sorskártya szám. És legyen az, hogy tesók jöttek. Táblákat lopni. Lopni három táblát eltüntethetsz. Jó, oké, gyerekek, megkeverjük. Hát ez az XX, nem tudom hány számúnál tartunk aztán. Össze is kevertük, és akkor pörgessük, gyerekek! Remélem valami jó. És egy nulla, mindig egy nulla megy utána, a pénzről van szó. Tehát ha 30 ezeret buktunk, akkor 300 ezeret buktunk. 30 ezeret nyertünk, akkor... A mai rész erejéig egy gépet ajánl fel neked az Axial ingyen. De kell róla tesztet csinálnod, ha elfogadod. Az azt jelenti, hogy a tesztet csinálom, hogy ilyen próbát. Mármint ilyen, mintha egy videoblog lenne. Úgy kell csinálnom, hát nem tudom. Most ezt meggondolom, jó? Egy rész erejéig még van bőven időnk, most egyelőre nem az lenne a prioritás. Azon gondolkozok, hogy milyen gépet... Az a baj, hogy csak egy rész erejéig, érted? Aztán azt meg nem tudom, hogy most annyira igényleme. Nem tudom, meggondolom. Meggondolom, most agyalok, hogy mit lehetne, mit lehetne. Az a baj, hogy ezt a földet semmiképp nem tudom megcsinálni. Meg igazából, amire odaérek akármilyen géppel a távoli földhöz, addig meg lejár a rész, érted? Most egy gép, mi az az egy gép? Milyen gépet? Egy kombájnt? Tök felesleges, nem kell kombájnt. Vető? Minek? Nincs mivel húznom. Mit? Traktort? Nincs mit húzzak vele, érted? Úgyhogy ez itt pont egy ilyen 22-es csapdája, hogy ez abszolút nem jó. Jó, a második az megvan, akkor mehetünk a harmadikba. Minden egyik gyereken nyílra rakjuk. Remélem, hogy fog férni, vagy elég lesz minden egyibe. Jó. Vagy lehet, hogy azt kell csinálni, hogy minden egyibe hordok be. Nehogy az legyen, hogy véletlenül nem marad valamelyikbe. Most meg így elkezdtem aggódni. Meg kell nézni, hogy esetleg van-e olyan, amelyikbe... amelyikben nagyon kevés van, és azok inkább abba hozni. Ez mi ez, Brauwagen? Nem tudom, az mi. Ja, eladási, az a mínusz meg pluszok, aha. Jó. Na, alatt egészségügyi dolgok van. 12 ezer. Hű, gyerekek, van egy 900-asunk, hallott? Azért abban nem ártana bűnni, mi? Egy trakok minden egyben 20-valahány ezeret, valamelyikben meg nincsen egy darab se. Egyébként van valószínűleg beérve tojásom, vagyis beérve tojás, ilyen hülyeséget nem mondhat.
Van valószínűleg ugye tojásom, mert ugye valamennyit pörgettünk az időben egy fél napot, de most azt nem akarom elvinni, ráérünk gyerekek. Nem kenyérre kell, ahogy szoktam mondani, tudod. Úgyhogy igazából most... Bőven el vagyok. Egyébként itt vannak ilyen plusz raklapok, mert ugye maradtak. Tehát minden egyben van 4. Minden all-ba 4-et raktam be. De vannak pluszok, amik így megmaradtak, ezt le is veszem egymásra, mert akkor így, ugye a fizika az eléggé keményen tudja zobálni a dolgokat. Na várjál! Mindig azt hiszem, hogy kiüríti, mert aztán még nem. Mindjárt ránézünk, hogy... Ja, vannak plusz raklapok erre-arra, tehát itt bőven, ha 4 van darabjában, akkor 8 van, egy 90 raklap minimum van, mert itt egyébként vannak beszorva még. Ott is egy raklap. Meg azt hiszem, hogy a legelső, az vannak itt jobb oldalon bent, látod, ott is vannak raklapok. Úgyhogy itt szerintem egy 90 raklap van, aminek ugye mindig folyamatosan számolja a fizikáját, szóval azért is itt tud lagoltatni az erre. A 91%-on van addig, amíg ez megtelik, addig ugorjunk már át. És hajra végre egyszer pont jó helyen kapjuk el a kombányt. Jó, nagyon jó. És akkor ezt bele fog férni, el fogjuk ezt vinni. Maradékot learatjuk. A mai részben mindenképp a vetésnek meg kéne lenni. Mi volt a sorskártya? Jaj, az axiális, nem fogom elfogadni, teljesen fölösleges, nincs értelme. Most érted, most egy kombájn, amire idejérek arra meg, az is megvan. Most egy rész erejéig mit csinálják egy rész erejéig? Semmi értelme. Ez ugye egy legelején, vagy épp hogyha a kapóra jön, akkor jó lett volna. Legelején érted, akármilyen gépet egy kiválaszthattam volna. Hát ne viccelj, hallod. Hogy örültünk volna neki? Egy nagy izének, nagy traktornak, vagy egy nagy kombájnak egy ekkora ára. Akkor, amikor ugye még nem volt izét, nem volt 10 000 pénzünk. Hallod, a kicsi földet egy húzásra leúztunk volna vele. 23, 22, 20, 20, 18, 18, 15, 14. Jó, arrébb állok. Menjen inkább csapja neki. Menjen az idő 1000-rel. Vagyis ne az idő menjen, hanem a munka menjen 1000-re, ne álljon meg. Ezeket a kis fótokat majd letávolítja a keeper. Na, viszont akkor hordjunk még. Nekem nagyon tetszik egyébként, hogy az így különálló helyen vannak. Itt van elvileg a izenk. Oké. Okay. Megnézzük az állatokat, hogy esetleg van-e valamelyik, amelyikben legkevesebb van, azt itt még van ilyen ezres. Gyerekek, azért itt vannak még ezek. Vannak itt még problémák, de ugye megint számozná a keeper, mondjuk bal egy bal. Nem tudom, számozni lehet, vagy elnevezni. Nem tudom egyébként, hol lehet elnevezni. Azt írjátok már meg, mert esküszöm, hogy nem. Nem kamu, tényleg nem tudom. Múltkor keresgéltem, azt mondtátok ott, ahol lerakom őket, ott tudom nevezni, hát nem jöttem le, ott tudom elnevezni, hogy hogyan működik ez. Na, aztán minden egyikben van, és belegondoltok, minden egyikben berakok 20 000-et, mert valami 20 akármennyi fér bele, de 20 000-re számolunk, ugye, az 10-szer, az 200 000, az 400 000 liter árpa, vagy búza, ami még hogyha 1000-re számolod, akkor is 500 000 euró. Úgyhogy azért kell nekik kaja, érted? Azért kell a... Ez nem cheat. A munkát, meg amit belefektetsz pénzt, Azért nem kevés. Meg félek tényleg a munka is, ugye behordani neki, aratni, hát magától nem lesz például meg, ugye el kell vetned, azt is számolnod kell. Hogy elveted, akkor ott a vetőmag, akkor ott van a műtrágya, ott van a permetszer, ott van az üzemanyag, ott van a munka, vetés, minden munka, sorba, aratás, idehordod, behordod. Úgyhogy belegondolsz, azért nem kevés munka az egész, ugye? Olyan tényleg ilyen talált pénznek gondolná az ember, hogy ez hú de jó. De ez aztán annyira nem. Figyelj, itt azért vannak itt egy fönnforgások gyerekek, oda nézzi. 1000. Mi vannak itt ilyen ezres izék? Még jó, hogy nem kezdtem el hordani mindent maxra, mert így meg... És itt tuti, hogy ebbe is kevés van, figyeld, oda nézze. Igen, de ellen a soron van kevés, itt hagyhattuk abba egyszer, csak a keeper elfeledkezett róla. Közben ránézek itt az aratásra, hogy mi van. Ó, jó, van már mindjárt végez. Megcsinálja a keeper a maradékot, a vető után is megcsinálja, azt mehet a permetezése, mint az állat. Hát figyelj, ekkora földön azért biztos lesz anyag, nem? Ekkora map.
Meg a 35, és akkor utána meg akarom venni 35-ös, 38-as, 39-est, és akkor itt ezeken csináljuk a növénytermesztés be fog indulni, olyan, ja meg azért lehet, hogy akkor a 41-es, azért az, a 41-es az mekkora? Hú, de jó! Egyébként ezt a challenge-et nagyon sokat gondolkoztam akkor, amikor elkezdtem ugye ezt az 1 milliárd euró kihívás és videó sorozatot, hogy ezt ugye vannak ezek az outbreak, például az Ausztrál map, tudod, ahol ilyen akkora földek vannak, mint a film, ez a fél map, így ekkora föld, érted? Meg ilyen tök sík, meg mit tudom, ilyen tök könnyen megközelíthető. Belegondolsz, akkor ott tök könnyen megcsinálhattad volna, mert ott tényleg ilyen extrém nagy földek, sokkal könnyebben munkálod meg, tök jó, tök könnyen tudsz rajta dolgozni, nem kell mindig odébb raknod, sokkal több, sokkal kevesebb munkával, sokkal több termésnek pénzt termelhetsz vele. De az nem lett volna akkora fun. Meg úgy szerintem megköveztetek volna, hogyha nem ezzel a mapot csináljuk, ugye? Hát, tudja a képer. Szóval miért nem tudok ráváltani, na. Ó, ne! Barátom Sanyi, hallod, most engedjük el ezt a tévet, jó? Majd én megindítom visszafele, azt úgy látom, hallod, egyébként ezt nem tudom megérteni, hogy miért csinálják ezt. Hogy itt te kezdenek tolatni, mint az őrüttek. Na mindjárt keeper vagy megoldja, jó? Helyetted is. Viszont nézzétek, hallod, egy alatás volt. Ezt leamortizálódott, mizére? Egy negyedét amortizálódott a gép. Oké? Okay? Jó, ezt itt megcsinálja, mi lehúzzuk a maradékot, ugye csak itt kell, itt körbe-körbe, semmi extra, vetés mehet, és akkor utána megcsináljuk a vetés maradékát. Ja, sok munka, de hát valamit kell csinálnunk. 56%-on van, szerintem be is fér az összes, úgyhogy ez így jó lesz. Hát igen, egyébként egyre jobban át is kell látni, ugye, ahogy fejlődsz, egyre több dolgot kell tanulmányoznod, átlátnod, csinálnod, mert különben harakiri lesz. Nézzük, mi a szitu itt? Itt van az izé is. Az ural is, itt a krasz, ebbe szerintem még nincs, meg lehet, hogy ember nincs. Ezek voltak a nagyon alacsonyak, elvileg akkor 2-3 van már csak. Ez be van 20.000, 12.000, 19.000, 20.000, 21.000, 1, 2, igen, 2 darab van. A többi van meg már ilyen 10 sok ezerek, meg 20 sok ezerek. 25.000 fér bele, vagy 24.000, 25.000. Ja, azért. Mondjuk ez aztán elég lesz szám egy darabig nekik gyerekek. Na, menjünk a Combine-hoz, mert közben itt már, igen, megint be, nagyon távol vagy, nem tudsz ráváltani. Jó. És akkor én megcsinálom a maradékot, mert azért nem hagyunk ekkora részeket. Gyerekek, még bele is gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ekkora részeket itt meghagynék. De az a durva, hogy ekkora földeke, vagy ekkora, mint ami itt van, ez a maradék, ekkora földön nem kezdtünk régen, ajátok. Az a brutál, nem? Jó, hát figyeljetek, ezt menjen végig már, ne keepernek olyan itt végig küzdeli. Talán nincsen benne egy fa se, aztán majd akkor csináljuk tovább. Igen. Őt még nem merem megindítani. Hát őt meg ugye még nem tudom megindítani sajnos. Pedig aztán már nagyon kipróbálnom. Hardy Rubikun. Meg kell csinálnom a szőlőcéleket, sajnos ez nem 2 perc lesz. Jók vagyunk. Egyébként teljesen jók vagyunk. Egyébként eladnám ezt a 8-as, ja nem tudom eladni, mert rajta van egy csomó minden. Nem tudom, mennyi pénzt fektethettünk már bele ebbe az egészbe. Ha? A földek azok mennyi az összértékünk? 300 ezer, ezzel együtt 600 ezer, meg 5-60 ezer, az 1,1 millió. Ezt mennyire vettem meg? Ez is valami emelt áron, nem? Nem tudom, 100 ezerért vagy mennyiért? 1,3 millió, 1,67 millió, 1, vagy 2 millió, összesen olyan
2,2 millió csak a Föld. Az nem is olyan sok. A gépek szerintem azok drágábbak, nem? Ja, meg hát az ólak. Millió darab. Ezt nem tudom gyorsabban. Úgy gyerekek, tudjátok, hogy oldalra vagy valami csoda. Semmi? Nincs olyan opció? Hát akkor pörgessünk, úristen. Na! Mik amik drágák? Ja. Hát de ugye ezek nem azok az árak sajnos, amennyire vettük. Hát, szerintem nem tudom, hogy mindent eladnánk, akkor egy olyan 4 millió kijönne. Hát ami nagyon-nagyon kevés 1 milliárdhoz képest, tudom. De azt mennyit beleöltük már, ha belegondoltak, mi? Na figyelj, akkor mehetünk erre. Na, ma megint a hülyeséget csinálja ő felesége. Az ideál. Gyorsan, és ez tényleg azt jelenti, hogy gyorsan, hogy így. Úgy. Kettő között begyorsulunk, utána felvesszük. Gyorsan összeszedem az összes, remélem, hogy bele fog férni a gépbe. Oké. Oké. Itt hát itt egyébként ezeket a bokros részeket lehet, hogyha kiváknál. Ugye már megint itt vannak ezek a csomó fa, meg bokor, meg föld alatti fa, meg minden. Akkor esélyes, hogy ez így működne. Hogy végigcsinálja, mert szerintem azért nem nagyon jön neki össze. Úgyhogy mindig a kezdéseket hagyja el. Végig-végig megy, de a kezdésekkel ugye az a problémája. Mert konkrétan ugye nem tud addig betolatni, ott a föld szélébe, ahol kezd, azért vannak ezek, hogy ilyen tégla, ilyen kockákat, hogy el. Mert amikor kijön, akkor ugye végig tudja, mert elő van a vágóasztal. De ugye amikor úgy kéne betolatni, hát azt ugye nem fogja tudni megcsinálni szegény, mert ugye a fák közé nem tud, vagy a bokorhoz nem tud betolatni. Úgyhogy ezeket ki kéne szedni, hát nem tudom, gameplay-en kívül csináljam meg-e, vagy nem, azt írjátok meg, hogy mit gondoltok róla, aztán akkor úgy csinálja majd a keeper. Úristen, ez a permetező az nagyon brutál, nem? Ez a permetező az nagyon durva. Ez a permetező, hogy teljesen fog férni a kettő föld között. Ezt hogy fogom megcsinálni? Azt tudom úgy nyitni, hogy azt legalább azt úgy, hogy ilyen idő, vagy ilyen bizonyos... Ujjjjj, állja meg! Mondjuk itt ugye az nem az volt a problémája, hanem itt lehet, hogy ugye nem tudod oda bevenni. Látható van itt. Itt ugye mégse ment ki addig. Ezt figyeljetek, egyébként belegondoltok, lehet, hogy érdemesebb lenne azt megcsinálni, hogy a földeket beszögletesíted hosszú távon, mert hogyha mindig itt tökölsz ezzel, akkor ennyi idő alatt ugye hamarabb, hogyha be van szögletesítve, akkor hamarabb elérsz a vetésforgóval, hamarabb végzel, mert ugye szépen csinálja meg a gép. Nem kell tökölni, és ugye a vetésforgónál is keresünk pénzt, mert ott vannak a tojások. Meg még ráadásul gyorsabban is beérik a cucc, hamarabb el tudod adni. Úgyhogy lehet, hogy érdemesebb azt csinálni, hogyha buksz is a földön, hogy megcsinálod, hogy a föld végeket így csinálsz neki egy ilyen kifutó részt. Úgyhogy sőt, biztos, én már most mondom gyerekek, hogy ezt meg fogom csinálni. Lehet, hogy már a következő részben. Figyeljetek, a következő aratás után leszögletesítjük a földeket. Csinálunk a gépeknek olyan részt, ahova ki tudnak futni, megfordulni. Ugye legalább egy, hát körülbelül egy ilyen munkaszélességnyit, vagyis a gép posztnyit inkább, úgy mondom. És akkor nem kell azon bingódnunk, hogy a végén ugye most itt én aratgassak, meg az a baj, hogy a vetővel még kellemetlenebb lesz, mert ugye a legvégébe is el kell mennünk ennek a rohadt hosszú földnek. Úgyhogy nem ér annyit az egész, ami lejön róla, mert igazából az, ami lejön róla, azt nem is bukod el, ha belegondolsz, mert ugye gyorsabban tudod csinálni, és emiatt ugye mindig hamarabb elérsz a következő aratásig, hamarabb elérsz így sorba minden. Mondjuk itt megint ugye a fákkal van probléma. Figyeljetek, kitapasztaljuk, kivágjuk az összes csekmetet, itt is látni, hogy ilyen bozód van. Megnézzük, hogy hol hagy el, hol nem sikerül neki a fordulás.
És akkor azt csináljuk, hogy ott megcsináljuk neki, hogy legyen egy olyan placca, ahol tud fordulni. Én úgy gondolom, hogy azzal többet, többre megyünk, mint hogy én itt is simogatom a földeket, gyerekek, nem? Ez egy kicsit olyan, nem tudom, itt is megpróbálom kevenni a kettő izé között. Hogy itt ilyen lösztfal van, testvérem. Hát akkor itt lehet, hogy nem fog kivenni, hogy a fejre állok, akkor se. Kriptoid tábla. Gyerekek, itt azt nagyon elsuhantam. Figyeljetek, hát ezt nem is viszem sehova, hanem itt jó helyen lesz, mondjuk itt ezen a kis placon. Na, hova vigyem? Most miért vigyem erre, érted? Ilyen kis lelterek kellene a gépeknek itt-ott, aztán akkor ott tudnánk működni. Jó, hogy nekik kinyitjuk. Ez meg akkor menjen. Csinálja. És hát igen, amikor végez, akkor viszont annyit kell csinálnunk, hogy a földszéleket megcsináljuk. Az a baj, hogy 700 ezerük van gyerekek, és abból nem fog kijönni egy-kettő gép. Igen, ez egy probléma. Ez egy probléma. Jó, viszont az oratás megvan, kiürítjük a kombájt, elmegyünk, kirakjuk. Hát igen, dolgoznunk kell gyerekek. Viszont ilyenekkel, mint hogy földszéli fordulók legyenek a gépeknek, ilyenekkel elég sok időt meg tudnánk spórolni. Mert ugye akkor a gépi munkásra úgy meg kell földeket csinálni, hogy a gépi munkásra 100%-ra rá tud bízni, és neked folyamatosan belenyúlni az ő munkájába. Na viszont ez így akkor elvihetjük, megtöltjük ott még a maradék csirkeolat. Nézd meg itt is ugye a vetés azért nem valami jól sikerült. Úristen, mennyi! Mennyi mi ez, gyerekek? Hát ezt sem tudom képzelni, mennyi pénzt fogunk itt kaszálni izéből. Egyébként azt kell csinálnunk, most ugye meg fogjuk tudni nézni ezeket a baromi nagy földeken, hogy mennyi pénz jön be mondjuk repcében. Mondjuk, ha bejön nekünk több millió, akkor jó. De ha bejön nekünk mondjuk egy 3-400 ennyi munkával, hogy aratunk, vetünk, ezt csináljuk, mint az őrültek, és látjuk, hogy ez nem jó, hogy nem éri meg. Mert ugye mondjuk állattenyésztésből több jön, vagy esetleg azt csinálod, hogy szilást csinálsz, azt adod el. Vagy mondjuk birkákat, és eladod a gyapjút, meg a tejet, meg minden, és abból jobban jön a pénz. Akkor nem érdemes nagy tételbe földművelést csinálni. Hanem akkor érdemes ráállni olyan dolgokra, amit érdemes csinálni. Mondjuk fakitermelésre, állattartásra, és akkor a földek mértékét annyira redukálni, hogy pont elég legyen az állattartáshoz. Most ezen nagyon meg fogjuk látni, mert igazából baromi nagy földet fogunk elvetni, vagyis vetünk el most már, és nagyon sok fog lejönni róla, és meg tényleg meg fogjuk látni, hogy nagy tételben érdemes-e a föld művelés. A befektetett munka arányába is arra gondolok, hogy a befektetett munka, mert biztos megéri, érted, mert hozamot fog hozni, és pénzt fog generálni, csak nem mindegy, hogy mennyi munkával, érted. Nem mindegy, mennyi munkával fogod ezt elérni. De hogyha kevés munká, úgy nézzétek mekkora LP-ba az ezt. Hallod, le kéne termelni. Sőt, fú, gyerekek, na van. Csomó mindent úgy akarnék ám csinálni. Én úgy gondolom, hogy az állattenyésztés, ugye nem véletlenül sokat kell foglalkozni valamivel, de ugye az sok pénzt hoz látni, ugye egyébként már a tyúkokra, mint a legalapvetőbb állattenyésztési forma a Farming Simulatorba. Gyerekek, ez nagyon durva volt. Ez egy parafaktor volt, öcsém. Ez hallod? Rendesen beszartam. Hogy fölcsúsztunk arra a szalagkorlátra, már és nem azért, mert rossz helyre fordultam, mert hanem egyszerűen úgy becitált, ezt nem tudom, azt láttátok-e. Ezt nem fogom tudni lemenni. Így elkezdett hullámozni az egész, próbáltam ellen kormányozni megállás nélkül.
nem igen jött össze. Na, ez meg most olyan túl messze van, és ez nem fog neki tetszeni. A gyerekek, akkor Lumberjack móddal egy kicsit meglökjük, mert az így... Az így büdös életben nem fogom tudni leszedni. Hallod, ez olyan kemény volt, nem? Már egy picit megpróbáljuk lerángatni. A Lumberjack mód azért tudja dolgát, nem? És még mindig fönn vagy rajt? Na, ez itt szállja. Ez csúnya volt, ezt vissza fogom még én is nézni. De komolyan már, hogy a kanyarba, ugye onnan jöttünk, a kanyarba már elkezdett, a kanyar után ugye elkezdett így beullámozni, egész egyik próbáltam ellenkormányozni, fölcsúszott oda, te Isten, most ez, mondom itt fölborulunk, ez egy csodálatos dolog lesz. De ugye visszaugratni nem nagyon érdemes, mert eltűnik belőle gomora. Úgyhogy ez nem, semmiképpen nem játszod volna, hogy én itt visszaugrassam. Na, gyerekek, akkor kiürítünk. Közben megy a... Megyeget a repce vetés. Nagyon kíváncsi leszek, és tényleg azért most ez a hatalmas földeken meglátjuk, hogy mennyi hozam lesz. Én nagyon félek tőle, hogy nem lesz olyan nagy hozam, mint az állattenyésztésből jönne be. Viszont, hogyha nem jön be, akkor tudjátok mi lesz? Azt vágjátok, hogy akkor kukorica, az összes földön kukoricát fogok termeszteni, és bukker silóba fogom beordani, és nekiállunk a szarvasmarha tenyésztésnek. Ha nem fog bejönni, mert igazából azért nem végtelen idő alatt, meg végtelen munkával, meg az a baj, rettenetesen monoton munka tud lenni, ugye az állattenyésztés ugye sokkal érdekesebb szerintem. Az elég monoton tud lenni. Gyerekek, hát vissza se kell mennem most, ugye? Most aratni nem aratunk. Úgyhogy ő felsége maradhat itt. Nyomunk egy mentést. Oké. Igen, ja, ide meg ugye mindenképp akkor egy lesz egy Challenger, meg egy nagybetű, azt Isten áldjon. Meg ide is egy olyan eszköz. Ja. Megnézzük a vetést. Hát igen, ez nem gyorsan csinálja. Nem gyorsan csinálja, meg rengeteget el fog hagyni. Ó, gyerekek, na ezért mondtam, hogy itt ilyen kifutó részeket kell végighez vinni, mert még hogyha ennyit el is bukunk a földből, azért baromi nagy, és nem tudom mi lesz, nem nagyon, nagyon aggódok, nem tudom mi lesz itt. Hogy ez meg fogja érni nekünk ez a hatalmas befektetett munka, mert baromi nagy befektetett. Jó, tud, mert iszonyat nagy a föld, meg minden, de hát ekkora munka, gyerekek, ekkora munka, ez nagyon nagy meló. Kíváncsi vagyok, mennyi, nagyon kíváncsi vagyok, mennyi pénz fog erről lejönni. Hogyha nem fogja megérni, megőrülök, hallod. Nézzük meg, hogy mennyi például, ugye, mit repcézünk? Repcézünk, ugye? Ez a repce? Várjon ma. Ez hát. Ez mindig benézem én gyapotnak, nem tudom miért. Milyen a gyapotnak a izai? Ez hasonló, nem? Nem, az ilyen. Tök hasonló, csak így, ugye ez ilyen egy fej, de olyan a repcének, mint hogy ezek lennének rajta. De ezek gondolom a virágok akarnak lenni. Ja, ugye ez ilyen 2500 körül azért el tudod adni a repcét, 2500 körül. Nem tudom, hogy mennyit fog bejönni belőle, ez meg ugye itt szenvedés van. Nem baj, van ám dolgunk. Tikoknál. Tikoknál! Van dolgunk a tikoknál. Itt mindenhol ilyen lár paletták vannak, viszont ez ugye rettenetesen tudja zabálni az erőforrását a gépnek. Már itt van benne paletta? He! Kihagytam egy izét, kihagytam egy óvulat. Palette ügy be. Az összesben van öcseim, csak abban nincs. Hát akkor az meg izét gajdult volna. Elég mondom, mint hogy kicsit túl sok paletta marad volna, hallod? Ahülye, még jó, hogy észrevetted testvérem az úrba, mi? Fasza lett volna. Vagyis, bocs, szörnyű lett volna, hogyha. Egyébként, hogyha palettákat pakolsz, és nem akarod egyesével, akkor csináld azt, ezt ugye megmutatom, hogy egymás mögé rapsz többet. És akkor mindjárt tudsz vinni egyszerre többet, úgyhogy okosba tolod, látod? Mit tudom én. És akkor nem kell egyesével ordanod. Sajnos itt nem tudod betolni, mert egyébként van egy küszöb. Azt így rájöttem, mert én mindig azt akartam, hogy így betolom majd, azt így meg akar. Látod? Appa, nekimész. Szóval azt így betolni nem tudod.
Úgyhogy mindenképp egyes évekkel beoldani, de hogyha messzebb akarod vinni, akkor ne egyes éve vitt, hanem akkor akár tudsz ilyen 5-6-ot is eltolni egyszer, azt akkor nem kell egyes éve elhordanod. Jó. Igen, a többi egyébként szerintem volt, csak ebben az egyben nem raktam. Az ő maradt meg annyi paletta, mondom, az anyja úristenibe van. Na. Jó, ezt meg csinálja szépen, egyébként az a vető azért is jó, mert iszonyatosan nagy az a kapacitása. Nézd meg, hallod, levetettük a félvilágot. Ez még mindig, még mindig 50%-on, meg 75%-on van. Nagyon durva. Nagyon durva. Na gyerekek, akkor... Na. Meg kéne nézni, melyik állat melyhelyen van kevés, van még olyan, amelyiken nagyon kevés van. Úgy. Hely megjelölése. Ja, hol tudom átírni? Én azt hittem, hogy itt tudom átírni, de itt nem tudom átírni. Hol tudom átírni? Lerakható cuccoknál? De hát hol ott? Én abszolút nem jöttem rá egyébként, hogy hol. Baza, mentek egyet, mert az előbb homokórázott egyet a Windows-on. Van 705 000, és nem tudunk belőle venni semmit. Ez a durva gyerekek. Mármint, hogy amit akarnánk, amire szükségünk lenne, azt nem tudod megvenni belőle. Mert ugye Challenger kéne, meg egy nagy vető. Nem tudod megvenni. Szerintem nem tudod. És ugye gondoltam arra, hogy akkor veszünk egy kicsi gépet, és akkor az az enyém lesz, és akkor le tudom vetni. Hát, mondjuk az nem lenne egy utolsó dolog, gyerekek. Lehet, hogy azt kéne csinálnom. Tényleg, hogy akkor azzal előbb lennék, hogy vennék egy izét. A nagy traktoroktól vennék egy GCB-t, meg akkor ahhoz vennék egy vetőt. És akkor az a körbe tudnám rohanni ilyenkor utána dolgokat. Ugye? Nézzük meg a vetőket. Ugye, egy kisebbet akkor. Ugye, ennél kisebbet. Mondjuk a kondor az jó lenne neki, nem? Az ilyen idejének ilyen után. 270 ló, viszont egy gyors traktorra vágynék, a nagy traktoroknál GCB az meg gyors. És az 348 ló alapba. Széles gumik. Ő nem tudja izét? Azt hittem, bazza. Ó, oda nézzé. Michelinbe, oda nézzé, mekkora van rajt. Michelin. Na, ezek nagy Michelin, és ugye 348 lóerő, rohadt gyors. Én is nekem szerintem ez jó lesz egy kondorral akkor, gyerekek. Akármi is van, bocs, de ez... Valahogy meg kell oldanunk, hogy ne azzal a izével kelljen végigmennem. Ne azzal. Csak az a baj, a kondor nem nyillott. Remélem, hogy most fog nyillani. Na, erre rohadt kíváncsi leszek. Nehogy beszívjak a kondorral. Tényleg rossz. Az a baj, hogy többe... 100 méteres 14, kondor 15, ez 18 méter. Bevetheted a földet, közvetlenül is, de ő nem tud trágyázni, ugye? Ja, hát a kondor az, amelyik jó, ilyennek szerintem. Jó, és akkor ezzel akkor lesz egy saját dedikált gépem, amit, hogyha vettünk, akkor ugye én közben meg tudom csinálni a földek többi részét. Értitek, hogy most mire kellett? Hol van a idő? Elbújt a GCB, és azért GCB, mert ez ugye az kell, hogy pörögjünk. Ugye el fogja a kondort vinni, biztos vagyok benne, mert jó túlméretes azért. Viszont ugye nem mindegy, hogy mennyivel megyünk. Remélem, hogy el fogja vinni. Széles gumikat ráraktuk a Michelineket. Ugye ő... Kriptonit tábla. Nagyon jó, kerék ellakadt benn. Imádom. Jó. Megnézzük ővele. Akkor ezt meg tudnám csinálni, és ez nekem tök jó lenne. Ugye gyorsan odaérek, gyorsan körbehúzom azt, amit a nagy vető, amit elhagy, azt meg tudom ezzel csinálni. Kondorral.
Ugye ő egy kisebb, viszont mozgékonyabb, nem olyan nagyra nyílik, az is egy fontos szempont nekem. Egyébként nézzétek, benn van a Real mód, és itt is rohan bele. 60-nal, mint az őrült. Úgyhogy ez jó. Ez a gyors reagálású, saját maga, ez a saját gépem lesz, és a saját vetőm. És ezzel így meg tudom csinálni az utó munkát a vetés után. Gyerekek, 73, Jézus! Kriszt, kanyar. Jó, stabil. Stabil volt a kanyarban, és azt hittem, hogy el fogunk szállni. Azt a betyá! Jaj! Istenem! Jaj! És esküszöm, hogy nem szedtem ide be, hanem elment Borért, van az a gyerekek, elment Borért. Na most hallod? Ha megint izé, már megint fönnforgás van. Halljátok, valahol kikövennem innen. Azt a betyár úr isteni gyerekek, nem hiszitek el, hogy ez történt már én a Keeperrel. Most miért nem megyünk? Nem tudnék megfordulni, vagy kitolatni? Hát ezt komolyan mondom, nagyon rögök. Hát öcsém. Hát hallod, pont bele a izé folyóba, apám. Hát ilyen hülyét. Hát mondom, milyen jó stabil, érted? Ez a nagy stabil a ló. Lószar stabil gyerekek. Meg ez a Real Madrid tudja szivatni az embert. 90%-os izé slippel. Mindenképpen jobb oldalt kell kivennem. Gyerekek. A Tavi Rósa enye meg a szemetéket már. Na itt ki tudok menni, ez jó nekem, csak az a baj, hogy ez, ott van egy híd, de jó, de ne át tudok menni tovább. Ilyen hülyét, öcsém, belevágtad oda. De ez milyen híd? Milyen híd? Jó, vasúti híd, bazzer, mondom, milyen? Mit keres itt híd? Dika az. Öcsém, biztos fönnakadok, mi? Hát. Olyan alacsonyak ezek a vetők. Hát ha nem hiszed el a szemed, álljon meg! Hát nem tudok átmenni a vasúton. Megpróbáljunk hosszába, okozsiba, itt a szíliben. Nem tudom, milyen széles az a vasút itt. Gyűröm volna a gyerekek, megőrülök! Biztos az lesz, mi? Hülye képvettel üti a vonalat. El meg mi úr! Ne! Bug volt! Beleesett, jó van. Jó van, izé van gyerekek, kirángatja a Keeper, izé, Lumberjack módda. Hallod? Így izé, ez csak ilyen textúra, nincs megcsinálva a modell, beleeste. El sem bírom, bazza, hallod? Ez nagyon nehéz. Ez még rá, de jó, barát. Figyeljetek, árviszem oda. Hát ez jó, ez most, bocs, de ez nem az én hibám volt. Oké, hogy a folyóba belemelte az én hibám volt, de az a fám, hogy a vasúti híd az csak izének van, disznek, ugye van, mint egy hologram betítve, az viszont, az már nehogy már végigben legyen. Ha figyeld. Ez csak ilyen idő, csak ilyen trikk. Trick volt ez gyerekek, hát nagyon megszokta a kép, nem gondoltam volna, hogy ekkora szívás lesz egyébként. Hát mindenem, mint az sakálok. Direkt azt akartam, hogy gyorsan odaérek, érted? Míg az a másik rohadt vető végez. Erre meg mi történt, öcsém? Végzett bőven, oda nézzé. Jó van, azt nem fogom mozgatni. Mennyi testvérem? Megint beszívok ez a GCB-re, megőrülök. Komolyan többet, büdös életben GCB-t nem veszek, hogyha ez a megint beszívok. Menjünk már felfelé dombon, vagy valami legyen. Szóval én vettem, gyors! De már egyébként mondtátok, hogy Szántóföldre ezt felejtsd, de mert izé, a szar. De ez a nagy! Ugye ez dög! 300 akárhány lóerő, 350, nehogy már ne legyen elég neki. Menjünk már. Itt nem tudok bemenni, a úristen, meg kell kerülnem a félvilágot. Na, itt van ez a 35-ös földre, ez is ám akkora. De nézd már meg, milyen dombok vannak rajta, öcsém! Oda nézzé! Ezek ilyen nagyon szivatás helyek. Na mindegy. Keeper már éjje magát. Eréljön magam, esküszöm! Jó van, azért gyorsabban oda megyünk el, mint a cselibe.
Ugye jó lesz az 58, 60. Na, kíváncsi vagyok, hogy ez fog-e nyillani, vagy fog-e tőtteri. Ha nem, akkor meg izé van, akkor szívroham kategória. Akkor nem fogjuk tudni megtőtteni ezt a bögöt. Akkor erre jön magam, akkor biztos, hogy erre jön magam, figyeld. És figyeld meg, hogy megint nem lesz N, és nem hiszed el. Jó. Hallod, most miért van N? A Kirovecnél nem volt N, elhiszed, hogy azzal kapcsolatos? Mégse tölti. Hallod, nem tölti. Na, de tölti, jó. Hallod? Nem volt N, a Kirovec. A Kirovecsel veszett össze. Tuti. Oké, és akkor... Igen, a Kirovecsel veszett össze. Nem az éve volt baj, hogy közel voltak egymáshoz, hanem a Kirovecsel volt gond, gyerekek. Azzal volt a baj. Nem volt N, hanem ugye... Az elhelyed valami más volt, egy ilyen TLT bekapcsolás, és lehet kiszorítja ilyenkor azt a menüpontot, vagy mi a szartól van, de nem működött. Itt meg van ennél. Ennél van enn. Sartufék, nem megyünk az árokba. Jó, elmegyünk a föld végébe, azt megcsináljuk, jó? Ezt ez egyébként tök jó, mert azért gyorsan oda tudok érni, ahova kell. Nem lesz ez rossz, ugye azt úgy kell csinálnom majd, hogy elindítom a nagyvetőt, nagy dögöt, ugye a Challenger, ezzel meg körbefutkosom, megcsinálom azt, amit ő úgy gondolt, hogy nem akarja megcsinálni. Például itt van egy elég nagy rész, itt valahogy be kéne jutnom ehhez a földhöz, és akkor a föld célét ilyeneket tök gyorsan meg tudom vele csinálni. Ez lenne a koncepció. Jó, itt meg árok van, hát csoda, hogy nem csináltok. Valahogy be se tudok menni ehhez a földhöz, de jó nekem, vagy ott a szélibe be. Hallod, nem tudsz bemenni rendesen. Itt valahogy talán. Hú, te hallod, fiú? Nem mondod? Komolyan mondom, el is ástuk magunkat. Nem hiszed el? Jaj, de megette. Sanyika izait nyekergett egyet. Próbálom kitrükközni, de nem nagyon akar. Ó, de jó. Jó öreg trükk. Na végre! Ide értünk az istenit. És akkor állítsuk át baza izére. A répcére. Na gyerekek, megtörtént az esemény, hallod? Töcsém, ez mit csinál az a... Ez a gép, ez úgy rúg, mint a disznó. Gyerekek, ha megint beszívok ezzel a csizével, GCP-vel, megőrülök, esküszöm. Megőrülök akkor, hogyha ezzel megint beszívok. Figyelj, érzem, hogy ez valami nem fog stimmelni ezzel. Tuti, bazze, hallod? Figyeld meg, hogy itt már megint a keeper, megint meg fog őrülni ezzel. Azt hiszem, hogy jó, gyors, meg minden, azt nem, jó. Na. Akkor egy V meg egy B, azt Isten álljon. Menjünk végig, csináljuk meg a fő célit. Szépen repcével. Oda-vissza lehúzom, megcsinálom ott az egyenes részt is, meg körbejárjuk. Egyébként nem rossz, nem rossz, tök jó viszi. Még nem megyünk emelkedőnek mi, ezt majd gondoljátok majd ott, aztán majd rácsiszel a képen. Ájjáj! Amúgy nem védem a GCP-t, de baze, azért itt ennek föl kéne húznia, nem? Azért itt ennek föl kéne húznia. Hát azért ne haragudjatok meg, hogy megint megvettem ezt a legnagyot, mondom, tök jó lesz, és beszívok vele, én komolyan mondom, eret fogok vágni. Jó, csinálja addig, figyeljetek, átmegyek én addig meg ide. Jó.
Nem vagyok boldog. Gondolom azt így lehet, hogy érzitek is. Nem vagyok boldog. Hát azért ezzel a nagyvetővel meg itt lehúzni a szélét, azt a 3 centit. Annak meg megint azt a vonal értelme, figyeld. Ugye az a baj, ilyenkor kikultiválja azt is, ami már egyszer. Egyébként érdekes, hogy ugye nem volt elvedve, vagy nem volt időpörgetve, és így beérett néhol foltokba. Ezt soha nem értem meg a farming szimulátorba, hogy ezt miket csinál léha, így a beéréssel kapcsolatban, ezt nem értem. Nem értem, hogy mi van. A fast track 12-be megy. Ugye ránézek, hogy mit csinál. Aha. Jó, oké, gyerekek, ez meg megfordul, megcsinálja. Tök jó. Ez jó, jó, oké, hogy csinálja, hogy megcsinálom itt. Hát ez nem volt egy jó megoldás. Már megint egy hülye megoldást csinált a Keeper. Ugye? Jó látjátok egyébként. Higgyétek el, én is így gondolkodok. Ez nem volt egy jó megoldás. Ez egy nagyon hülye megoldás volt, amit most csináltam. Inkább vettem volna... Mondjuk vártam volna, vettünk volna mást. Ez nagyon nem volt jó. Ez akkora hülyeség volt, te Isten hallod. Komolyan mondom, ez nagyon száralom lett most. Ez nem volt jó megoldás. Ó, te fiú! Ez a GCB. Hát mondjuk azt figyeljetek, igazából nem rossz szám, mert ugye, hogyha akkor csinálom a mellette a munkát, ugye, akkor igazítom ki a nagyvető után, ahol ő nem fér el, amikor ő vet, én meg mellette megyek és megcsinálom, vagy utána azokat a dolgokat, amiket ő elhagy, akkor jó lesz. Csak ugye most meg akarom vele váltani a világot, aztán az nem nagyon megy neki, nem arra való. Van a izé, abban biztos be akar. Gondoltam. Főcélén a föld alatti fa. Azért az így mindig van. Úgy már mindjárt vehetünk is. Úristen, valor! Mi ez? Mi ez? Van egy tankcsapda? Jó, hát megcsinálom ezzel azt kész. Ezt a részét, azt meg ugye megcsinálja ott a GCB. Figyeljünk egyébként a fast track-re, ugye mit csinál. 7 km per órával valamit küzd. Rá is nézünk, hogy mit küzd. Igen, jó, oké, egyébként jól csinálja. Ott a végét lehúzzuk. Utána, amit kell még, itt kell ugye sokat dolgoznunk, mert ott azért vannak problémák, ezzel meg lerohanok oda, és akkor már mindjárt meg is vagyunk. Nem biztos, hogy jó ötlet volt a fast track, mert ugyanaz megint egy hülye ötlet volt, megint egy fölösleges pénzköltés volt. És az a baj, sokat buksz azon, ugye nincsen gépbérlés, benne van a szabályban. Emiatt, hogyha ki akarsz próbálni valamit, akkor meg kell venned, és rohadt sokat buksz fel rajt. Na gyerekek, mehetünk. Egyébként ez is 43-ban, mert most azért a 30 km per óráért recektem. Egyébként föl van emelve ugye a gép, de ezek a segédhajtóművek, ezek ilyenkor nem vannak. Ez meg oda nézi, testvérem, hallod? 70%-a meg 45%-a, meg úgy, hogy levetettem vele az egész világot is. Na, itt keresztbe húzzuk, ott megcsináljuk a szélét. Bár itt lehet, hogy a fast track-kel kellene, a kicsi részeket a fast track-kel jobb lenne. Menj, hol tartani? Ő. Valószínűleg vissza fog fordulni, ott, amikor leér, akkor meg megcsináljuk az végét. Jó, a vetés legyen meg ma. Ez, utána már csak a permetezés van, meg a műtrágyázás. Itt valahol belefogunk ebbe, aztán valami lesz. Igazából tényleg az kellene, hogy ha kicsi elmaradott részek vannak, azt megcsinálni a fast track-en. A nagy, ilyen nagy placokat, azokat meg lehúzni ezzel,
Ezt Isten veled érted, nem? Alapjában véve nem rossz az a traktor. Nem tudom. Én valahogy mindig úgy éltem. Lehet, hogy a izé nélkül, ugye a Reamód nélkül talán jobb lenne. Nekem mindig tetszett, meg úgy jól működött, meg úgy. Ahó, nem hiszem el ezeket a izeiket, komolyan mondom, ezeket a föld alatti fákat, hogy... Legszívesebben egyébként ezeket a föld alatti fákat, így végigmennék gameplay-e ki, az összeset kiszedném. Lemenni a map alá, aztán végigmész minden, azt szed ki. Mondjuk ekkora gépek, meg ekkora vetők, meg ekkora eszközök, apám egy ilyen izére. Mit csinál a fast track-ön? Aha, ilyen gondoltam. Mondom, miért állt meg? Mehetsz tovább testvérem az úrba, húzd le addig, azt utána Keeper meg megcsinálja. Sőt, szerintem át is veszem tőle. Úgy né. De akkor ezen az oldalon végeztünk is. Ja, egyébként dinamikus, meg tök jó. Úgyhogy annyira nem rossz, mint amennyire így elsőre így előadom. Szóval annyira nem rossz, csak azért... Mindig a, nem tudom, ilyen nagyot vár az ember, hogy hú, most ezzel megváltam a világot, aztán amikor egyből nem, akkor meg úgy érzed, hogy... Egy olyan nagy rossz vásárt csinálta. Gyerekek, ennek a traktornak hogy örültünk volna még régebben. Itt egyébként még van olyan csík, ami ugye nincs megcsinálva. Jó, van, kikultiválja, annyi baj legyen, majd benő. Egyébként elkezd rúgni mind a disznó, nem szereti. Oké, gyerekek, mehetünk. Csukjuk be. Ezt a gyors reagálású erő átteszi a támasz pontját. Ha szükség van rá, megnézzük, hogy hol van ő rá szükség. Ő rá szükség, lehet, hogy annyira nincs is. Lehet, hogy a másikkal befejezem ezt a részt. Jó, egy kettő húzással megcsináljuk ezt az egészet. Oda-vissza, csácsumi. Azt meg is vagyok. Jó, nincs olyan nagy gond, gyerekek. Nem olyan rossz az a fast track. Azzal igazából azt kellene csinálni, hogy amikor vet a nagy gép, akkor ugye mellette vész, az csinálod a dolgokat. Viszont az a nagy gép azért ezt tud szenvedni, amikor egy dombon kell fölmenni, azért itt azért vannak problémák. Nem tudom, hogy itt érződik-e, meg mérődik-e, hogy a telítettség, az hozzáadódik-e a súlyához. Akkor lehet, hogy érdemesebb lenne az, hogy nem tankolod tele a tartályokat, mert látod, hogy le tudjuk vele húzni bőven, és akkor ennyi erővel igazából annyit töltsé bele, amennyi elég, és akkor ugye gyorsulunk, ahogy fogy belőle. Itt se szívesen megyek föl, megmondom őszintén, de hát... Próbálkozzunk meg egy olyan, hogy ugye nyélhozamot csinálunk. Legyen... mi az? Legyen megpermetezve, legyen leműtrágyázva, legyen az egész föld levetve, és akkor így megnézzük, hogy mennyi pénzt tudunk ezen csinálni, és akkor tudunk viszonyítani, hogy mennyi munkával, mennyi pénzt keresünk, és érdemes-e. Gyerekek, nézd oda, vannak bajok. És egyébként elkezd rúgni, az is... Egyébként jó, egyébként gyönyörű, tetszik, hogy elkezd rúgni. Jó, lemegyünk ott, a maradékot lehúzzuk, akkor perfekt legyen ez a föld, már egyszer megvan. Még ha egy kicsit több munka is. Hát jaj, itt ezt a rengeteg föld alatti fát azt kellene kiszedni, kigyomlálgatni. Egyébként elmondom nektek, srácok, én is baromira sokat tanultam ebből a sorozatból. Csomó módot megismertem, meg még fogunk is megismerni. Meg igazából sokat tanulok. Például tyúkot soha nem neveltem, megmondom őszintén, az állattartás, ott is a föld alatti fot.
Az állattartás is sokat foglalkoztam, soha nem éreztem itt szükségét. De most ugye el fogjuk kezdeni. Gyakorlatilag az összes állatot végig akarom próbálni. A malac annyira nem érdekel, mert ugye az nem egy nagy kihívás, meg ott ugye pont azon, csak a hozamot adod el, az annyira nem. Nincs olyan produktuma, amivel így, amit ugye el tudsz adni, és az egy ilyen külön dolog. Ugye az csak malacot termel, és az olyan érted, akkor mi az? Most ennyire a tyúk-tyúkat termel, eladom azt. Vagy marát, azt eladom. De minden egyének van egy csomó plusz dolog, ami kijön belőle. Ugye a trágya, hát jó, a malacnak van a trágya természetesen a disznónak, de azon kívül egyébként nincs semmi, amit ad. Tudom én, adna húst, vagy ilyesmit. De ugye madok nélkül egy gyakorlatilag semmit, hanem csak mindig a szaporulatból csinálsz pénzt. Ez meg nekem egy olyan kicsit olyan fura, ez kevés. Na, skacok, akkor itt végig megyek balra, és akkor utána meg lehúzzuk ott azt a felét is. Jó, vannak itt ilyen kövek is, ajajajajaj. Óvatos vagyok miatt, mert kövekben meg kicsorbulnak az eszközök. Oké, itt ugye fölveszem ilyen helyen, gyorsabban menjünk. Hatalmasakat ugye nagyon nagy eszköz, és emiatt nagyokat is hagy ki. Sajnos. Ugye szögletessé kellene tenni ezeket a földeket, csak ugye akkor nagyon sok elveszne belőlük, hát... Két dolgot csinálhatsz, vagy szögletessé teszed a földeket, vagy pedig fogsz egy ilyen saját magadnak dedikált gépet, aztán mész a gép után, aztán javítod ki, amit ő elcsesz. Vagy pedig felraksz mindenféle cruiseplay módot, beállítod, hogy menjen. Mondjuk az se egy hülyeség, csak mondjuk az egy iszonyat időigényes tud lenni szerintem, hogy mindenféle eszköznél mindent beállítasz, hogy menjen, hogy forduljon, hogy csinálja. Ugye azt hiszem videón láttam azt a cruiseplay módot, remélem, hogy jót mondok, hogy ilyen pontokba adod meg igazából, hogy menjen végig a gép. Úgyhogy azért, hogyha tökéletesen hatékonyan akarod csinálni, akkor nagyon bonyolultan kell megadnod, meg akkor nagyon jó ki kell számolnod a vágás szélességet, vagyis a munkaszélességeket, hogy jól csinálja, ne menjen kétszer ugyanott. Szóval ott is azért lehetnek gondok vele szerintem. Na jó, itt végig megyünk még egyszer. Két C-vel még egyszer. Aztán lehúzzuk a végét, ezt kb. Meg is vagyunk, én úgy érzem. Hú, ez jó lett volna, hogy egyben megvan, de nincs, nem lesz meg. Jó, aztán egy marad benne egy csík, akkor nem valószínű, hogy azzal fogok foglalkozni. Régebben itt, amit itt van előttem, szerintem ekkora ennek a földnek a felével kezdtük a krumplival. Itt, amit itt most húzok. Ez a pici. Körülbelül... A Challenger az iszonyat nagy. Körülbelül... Ekkora. Mind, amit most még le kell vetnem. Körülbelül ekkora volt az egész föld. De durva, nem? Na, ez viszont jó kiadta. Ennek örülünk, na itt meg oda-vissza kétszer, aztán meg is vagyunk szerintem a vetéssel. Hát ugye időpörgetés legalább, hogy minden egy stádiumot nőjön, és akkor minden lesz. Azaz. Amire gondolsz. Viszont arra kíváncsi vagyok, hogy időpörgetés előtt most megpróbálom elindítani azt a permetezőt, vagyis műtrágya van most benn, hogy le fogja-e tudni műtrágyázni. Ha írtátok, hogy két különböző fajta trágyát használok, akkor tudom egy növekedési fázisba használni. Az tök jó lenne, mert akkor ugye most azért nem indítottam el, mert most ilyen tesztüzem van, mert akkor ugye amint megy a metés, akkor már tudod csinálni vele a kettő folyamatot. Vagy például ugye tudom azt csinálni, hogy földre, a tarlóra leszorom, és akkor ami utána, meg a vetéssel beviszem a második fázist.
Nincs ilyen, na erre rohadtul kíváncsi leszek, hogy ez működik-e. Nem biztos, hogy működik, lehet, hogy csak úgy van, hogyha. Egyébként itt a föld széle, látjátok, meg akar a, vagy a map széle, meg akar a vető. Ami egy kicsit azért problémás. Na és most jönnek a izék, föld alatti fák. Jó, elkerüljük? Elkerültük, jó. És megvan, meg vagyunk. Ez a horribilis méretű extrém nagy föld el van vedve. Ami tényleg extrém nagy. Úristen. Szerintem farming szimulátorban még ekkora földet nem munkáltam meg így. Jó, az én próbálgattam az Outbreak mapont, ugye, az ausztráliai Outbreak-et. Ott nagyon nagy földek vannak. Meg ja, meg izét is próbálgattunk. Volt egy amerikai map. Nem, az American Outbreak. Azzal keverem szerintem. Az volt, az Amcsi map volt. Ott volt a Big Badok. Azon volt. De az nem Farming 17 volt. Lehet, hogy az Farming 17 volt. Mert én már annyit játszottam mindenféle farmingra, hogy azt sem tudom, hogy merre van előre néha. Na gyerekek, ez meg már majdnem annyi van még benne, hogy még egyszer le tudnád vetni vele a földet, de durva, mi ekkora földet, tesó. Hát a másikra is megvesszük, ugye a másik földhöz, a tyúkoshoz, a gyerekek, ott ötször leveted vele azt a földet, ötször, tízszer leveted vele azt a földet, újra tankolás nélkül. Jó az a cucc egyébként, jó is néz ki meg minden. Hát bemegyünk vele, mert ugye be kell mennünk. Mivel ugye azért kellene beletölteni. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy ennyi munka meg fogja hozni az eredményt. Tehát ennyi munka, az megéri-e nekünk, hogy ennyit foglalkozunk vele, akkor tényleg fog-e annyit behozni, mint ennyi idő alatt mondjuk a tyúkokkal. Mert ennyi idő alatt, ha belegondolsz, a tyúkokat biztos, hogy egyszer megvetés forgózod. Tehát akkor egy vetés forgóban ugye meg kijön belőle, vagy 2 millió euró, 2,5 millió euró, és ez körülbelül megvan egy rész alatt, hogyha a legnagyobb gépekkel csinálnád. Hogyha ekkora, ez a Challenger-t, meg a izét levinném, ezt a nagyvetőt, meg levinném a nagy pókot, egy rész alatt biztos, hogy megcsinálok egy vetésforgót. Tehát egy részenként tudnék vele csinálni 2,5 millió eurót. Ami azt jelenti, hogy 10 rész alatt meg tudnék csinálni 25 millió eurót, 100 rész alatt meg tudnék csinálni vele 250 millió eurót. És ugye ott még lehetne növelni még a kapacitást is, hogyha nagyon akar volt. Na gyerekek, ide férjek be, bazza, vagy tudom, hogy befér, de hogy fordulsz ide be? Érdekes volt, megcsúszott a gép. Maskacok. Újra tankoláshoz megyünk. De most egyelőre félre rakjuk, és elindítom a permetezőt. És igazából onnan ki fog derülni, hogy el fog indulni. És ezen a stádium, ó, várjál már, fesztreket a sekére vinném, nem? Levisszük föld célire, a gyors reagálásút, hát gyors leállásúnak gyors reagálású, de az röhely, hogy igazából szerintem ez a 350 lóerő, ez nagyon-nagyon nem nagyon működik, de az a baj, hogy itt akkora árfok vannak, és hogy tudok innen kimenni egyáltalán? Hát, sehogy mi. Ez így eléggé szomorú. Félébe ki tudok menni? Ott is folytatódik az áru. Folytatódik, apám. Jó, hát akkor itt hagyom, várjál már. Itt hagyjuk egyelőre, jó? És akkor nézzük ezt a csodagépet. És nem ott fogom próbálni, mert ott ugye már van növekedési stádium, tehát ott már változott, hanem ott, ahol nem. Hú, és így kijönnek a kerekei. A nyomtávja ugye változik. Ez azért elég epikus különben. Ez nekem nagyon, ez elég durva. Na várjál. Nem is tudom, honnan merjem indítani. Lehet, hogy egy kicsit odébről indítom. Aztán azt leúzom a szélét, innen akarom indítani. Kíváncsi vagyok, hogyha elindul az éve gépi munkás, akkor jó vagyunk.
hanem akkor nem. Akkor egy, hát annyi, hogy növekedési stáriumot kell várni. Tehát most kibírja az ember természetesen. Aha, nem fog elindulni. És tudja, hogy nem is csinálja meg még egyszer. Oké, növekedési stádiumot kell várnunk. Nem, ez nem fogja izzel, ez nem fogja. Nem fogja rátrágyázni még egyszer. Jó, semmi gond. Egyáltalán nem probléma. Jó, gyerekek, odarézzetek. Megtrágyázok, ekkora területet nyomunk egyszerre. Hát ez a terület, ez az egész, ez biztos vagyok benne, hogy nagyobb akármelyik földnél. A 41-es még azért hozzácsaptám. Meg igazából megveszük szerintem az összeset, srácok. Ezeket a nagy földeket, aztán valahogy kigazdálkodunk rajta. Hát én nem tudom egyébként, hogy ez a rengeteg munka, mert rengeteg munka van benne, ez vissza fogja hozni ezt az árat. Hogy nem érdemes tényleg konkrétan rávenni az állattenyésztésre. Én sejtem, hogy egyébként ez nem, ennyi munkát ez nem fog visszahozni. Ennyi pénzt, amit így munkába is beleölünk, mármint ugye, ha belegondolsz, tényleg az állattenyésztésre szerintem sokkal több pénzt tudsz kihozni. Jó, gyerekek, elbúcsúzom, köszönöm a figyelmet, következő részbe mindenképp megcsináljuk ugye a permetezést, viszont az a baj, hogy így kétszer kell végigmenni ezzel a géppel, és ugyanúgy el fogja hagyni a földszélén valószínűleg a dolgokat, ugyanúgy utána kell dolgoznunk, úgyhogy kéne ebből még egy gép, ide minimum, ekkora föld, úristen, de most őszintén normális vagyok, hogy ekkora föld, ezt várjál már, ez mindig így meglepődök rajta egyébként, várjál, mindjárt. Na, ez egy homogvár teszt. Hol vagyunk? Hol állunk? Itt állunk, oda nézzé. És akkor menjünk végig egy ilyen... Egy mennyi? Érted így? Így. 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 Ó, és sok shiftet nyomtam! Ó, a hülye gyerek. Nyomogatja a shiftet, ugye? Az nem tesz jót neki. Na no, és izé, és menjünk vissza a játékba. Így. Ekkora, így, végig. Itt megint ugye összeszántotta a hülye gyerek, mert miért ne? Úgy. Itt, végig, mekkora, úristen, ott egy kombájn, egy ilyen pici valami ott. A legnagyobb kombájn a játékban, persze, ott. ott egy kombájn. Nem csak, hogy gyorsan tellett a magtár, itt végig, eddig gyerek, hallod, ez epic, ez nagyon brutál, itt meg van egyébként, ez is mekkora te, úristen, ezek a földek, hallod, ezekkel azért lehet kezdeni valamit, de nem tudom, hogy egyébként, oda ez is, ezt is beszéltük, ez is mekkora, nem tudom, hogy megéri-e. Megéri-e ekkora földekkel foglalkozni kizárólag a gabonáért. És ez is egy rettenetesen és dombos, nagyon-nagyon meredek. Ez még meredekebb, mint a mellette lévő szerintem ott. Hát nem csoda egyébként, hogy ott kotkodál a gép, nézd már, milyen meredeken állnak a gépek rajt, látod? Így, amikor így leközelítesz, akkor látod rendesen, hogy van egy olyan 20 fokos lejtő biztos. Na! Ez most tényleg nem is az a cél maga, hogy ezzel most itt meggazdagszunk, mert nem tudom, hogy mennyi pénz fog bejönni róla, hanem hogy ennyi munkából megéri-e csinálni. Hát én megmondom őszintén, hogy egy ilyen 3-4 millió, ha lejön róla, akkor esetleg. De ha nem, akkor nem. Akkor nem éri meg. Akkor gyerekek, el kell engedni ezt, hogy ekkora földeket kizárólag a izért csinálsz. Csak az eladás, azért, hogy eladd a gabonát. Mert akkor azt kell csinálnunk, hogy az állattartásért csinálod. Hogy oké, hogy földet kell bűvelni, mert kell a az állatoknak. De akkor rá kell állni, hogy mondjuk itt ezen a földön, ahol sík, fogod, ugyanúgy leválasztunk egy nagy részt,
És akkor nekiállunk állatot tartani, mert itt az a baj, ez meg nekem úgy látom, hogy nekem ez kevésnek tűnik egyébként ez a rész. Ha nézd meg ezt a telepet, itt már megint az van, hogy ez megint egy kicsi. Vagy maximum itt van egy ilyen nagy rész, és nagyon-nagyon más, nagyon nincsen, érted? Mert ide tudunk rakni állatokat, meg ide, de a bunkersiló például, hogy rengeteg bunkersiló kellene. Úgyhogy nem tudom, itt írjatok ötleteket szerintetek, mi lenne a megoldás. Meg kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ekkora hatalmas iszonyatföldből mennyi cucc fog lejönni. Mennyi pénz, ugye, a repcéből. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!